Na, sziasztok! Én Gyozó vagyok, és 1.10, ahogy látjátok, kijön! Itt van, hogy 1.10, végre! Nem váltottatok semmi újat, csak kijött az 1.10, amiben ugye benne vannak ezek a cuccok, szóval akkor be is lépünk, be vagyunk lépve, és akkor vágjunk bele a videóba. Emlékszetek, régen volt egy olyan videóm, hogy minden, ami 1.9, most 1.10 van, tehát most minden, ami 1.10 lesz. És egy picit lassabban ugrok. Anya dúri semmit. Hát mit vágsz bele, Gergami modell? Hát ezt gyorsan megúsztam. Na akkor, kezdjük el, hogy mi van az 1.10-ben. És akkor megint a Minecraftnak a izéja szerint fogom megcsinálni. Szóval vágjunk is bele. Vágás. Azért ütöttem ki a Nether portált, hogy kussoljon már befelé. Ez egy újítás, a Snapchatokban még nem jött be a hang. Bár bejött a hang, csak még nem vették fel a videóra a hangot. Szóval minden a normális hangban van. Viszont ha encsantolunk valamit, akkor kap egy hangeffektet az enchanting table, és kaptunk egy erős kardot, ami nem is erős. Meg a macinak is jöttek be változtatások. Na jó, akkor enchantolok még egyszer. Hú, ez már jobb, mint az előző volt. Summon Polar Bear. Van alapból is hangja. Meg hogyha ütögetem, annak is van hangja. Meg ha megdöglik, annak is van külön hangja, dropjai nincsenek. De az egy anyád eső. Akkor nézzük meg, hogy kerültek be új itemek, mert azt még nem néztem. Még mindig nincsen fordítás. Ezt azért megnézem, hogy na mindegy, inkább nem. Ugye itt megvan az, meg mindig, ez is, ez is. Ez is. Nem látok újdonságot. Oké. Akkor ezt lepipacsolhatjuk, ami most jött be a rendes 1.10-be. A rész 1.10-ben. Jó sok FPS-en van ahhoz képest, ami szokott lenni. Biztos ez is egy újítás, hogy több FPS van. És akkor ugorjunk arra a részére, amit a Minecraft logója ír. Jeges mackókat raktak be a Minecraftba, 30 élettel. Az annyi, mint egy őrszem halacska. Ahogy észrevettem, kivették ezeket a külön tojásokat. Sajnos, nézzétek ezt a chestet. Ugye? Sajnos. Na mindegy, csak így belevágtam. Berakták a házkot és a strayt, csak ugye annak is kivették a spawn egjét. De berakták azokat, és ez is benne volt a Minecraftnak a kiírásában. Következő, bejött egy auto jump option, amit az irányításnál lehet ki és bekapcsolni. Én bent hagyom. Structure blokkokat lehet használni custom mapekhez. Bejött a magma blokk. Csont blokkok. És csontblokkból készült fosszíliák, amik a sivatagok és a mocsarak alatt találhatók, és az is benne volt a logóban, hogy a mocsárban találhatók, meg a sivatagban. Jöttek be netherwart blokkok és netherwart téglablokkok. És igen. Bejöttek új kommandók, azt írta, de csak egy kommand jött be, a teleport. Ami ugyanaz, mint a TP, csak az elitrázás megszakítja, és command blokkba a command blokkhoz képest teleportál a command blokk fölé. Az óriás gombák mostantól nagyon magasabbra tudnak nőni, mint például itt láthatjátok, itt egy normál, ott egy még kisebb, itt egy normális, itt egy 1.10-es update-es cuccoska. Mostantól van egy kis esélyed, hogy elhagyatott fákat találjál a Plants biomba, mint ez, vagy az, vagy az. Legalábbis több esély lett rá. Eddig is volt, csak nagyon ritka.
Elhagyatott bányák találhatók mostantól a mészában, és sok-sok arany található mostantól a mészában, és most már csak 15 blokk mélyre megy be az agyag generálása a mészában. Nem találta a falut, de a faluk mostantól Grasp Hut blokkal generálódnak, ami pedig ez gr. Jaj, nincs benne. Amit úgy lehet elérni, ez 1.9-es újítás, hogy bármilyen ásóval jobb klikkelsz a fűre, és olyan Grasp Hut lesz belőle. Amit elneveztek ösvénynek, ezt még nem is láttam, hogy ezt elnevezték, szóval ösvény, és ösvényel generál a Gravel helyett. Kivéve akkor generál Gravel-lel, hogyha sivatagiról beszélünk. És emellett még azt is leírták oda a logóba, hogy Taiga Village-ek, meg Savanna Village-ek bejöttek. Szóval biomok szerinti village-ek. Enderman található mostantól a Netherben, nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Nagyon-nagyon sok bug fix, és ennyit írtam olyan. Most egy kis structure block tutoriára végére. Ide, hogyha szeretnétek egy helyet kimásolni, akkor Korn először át kell váltani ilyenbe, C, mert az lesz a neve. Itt van lent azt hiszem a másik structure block. Az IC, ami azt jelenti, hogy így összefogta a kettő egymást, ami azt jelenti, hogy save módba beírjuk, hogy C, detect, és akkor kidetektálja, hogy hol van ez a hely, és itt mutatja, save, és akkor elmentette. Most már csak annyi a dolgunk, hogy valahol kilódoljuk, például itt, essen még a hó. Át kell állítani lódra. Hogyha szeretnétek az entitásokat, azaz az armor standeket, festményeket, mondjuk zombikat, skeletonokat, huskokat, mindent, vagy medvéket átmásolni ilyen entitásokat, akkor ezt be kell kapcsolni, de én kikapcsolom. Lehet forgatni is, hogy hova fogja belódolni. Például most... Hoppá! Elfelejtettem a nevét beírni. Most akkor lódolja, és akkor megmutatja, hogy hol fog lenni. Ez nekünk nem jó, ezért átírjuk nullára, így már jobb. Ezt a helyet fog leforgatni. Ezt lehet forgatni is. Például, hogyha így akarom forgatni, akkor így forgatom. De most maradjon ez. Na most hol van? Oké. Legyen inkább 90-es fokos szögben. És akkor load. És itt van egy gyönyörű, szép átmásolt cuccocska. És ugyanilyen marad a fűblokk, attól függ, hogy a bájom az ott milyen. Mert ugye ez roofed forestnek csak azért. Mert ugye látható az egy roof forest. Itt meg már átváltunk abba a biomba, amit ott kikopiztam. Szóval igen, erre jó a structure block. És van még egy új funkció benne, ami a 21B snapshotba került be. Ugyanez a load. C, load. Nulla. És akkor structure in the ingredient seed. Ez hogyha nulla. 9-re átállítjuk, akkor annyi eséllyel fog, vagyis 0,1 eséllyel fog kihagyni belőle blokkokat, azaz most belódolom, és akkor láthatjátok, egy kis kevéske blokk kihagyódik belőle, így random. Szóval ez eléggé jó map kreálmányoshoz. Például beírjátok, hogy lótolj 0.1 0.0.1, akkor nagyon ritkán fogja kiadni a blokkokat. C, load. Ezt most itt hagyom. És akkor nézzétek. Anyadúristen itt.
Lód, és akkor csak ilyen kevés blokkot tölt be. Ha egyet írunk, akkor már többet betölt. 6. Még többet. Ajja. 9. Még többet. És hogyha azt csinálom, hogy 1.10. Értitek? Kolód. Akkor az teljeset be fogja tölteni. Szóval ez így működik. Szóval itt lenne a vége a videónak. Lájkoljátok, iratkozzatok fel, kommenteljetek, osszátok meg a barátaitokkal, hát ha ők is feliratkoznak, meg lájkoljanak, meg innen. És ugye nekem a videó végén meg kell döglenem, ezért át akarok menni a bőrbe, és ott tudom elitrázni. Várjatok! De hogy az a 100. De jó, hogy itt spawnoltam. Tüzes! Lánggal megyünk gyorsan! Az mi volt? Váá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 á
Hol? Nem állj bele, robbantottál, te kis ká. Ez az! Pont megmenekült, ezért most még egyszer megölhet egy zombi. Lájunk, magamra szartatom azt a izét, hápcít. Ilyen hangja van, biztos. Már megint! Pedig őt kértem meg, hogy... Dikas még despawnol utána, hogy ne tudjam leszinni. Leszarlak akkor is, hogyha despawnolsz. Őt kértem meg, hogy jöjjön meg, nem zombit. Hát mit csinálsz, zombi? Hülye vagy? Bár lehet, hogy csak arrébb mászott. F10 benyomása, ezt leszarom és nem mondom többet.